Az őszi kerti munkák lassan a végéhez érnek. Ilyenkor sok a kertekben a zöldség és gyümölcs hulladék, de a kisebb udvarokon is sok a lehullott lomb, levágott fű, galjak és faapríték. A statisztikák szerint novemberben keletkezik a legtöbb zöld hulladék Magyarországon, így térségünkben is. Ezek égetését azonban ma már jogszabály tiltja, hiszen ezáltal olyan égés termékek kerülnek a levegőbe, amelyek veszélyesek az emberi szervezetre. A lehető legjobb megoldás, mind ö, ökológiai szempontból, mind gazdasági, bármilyen szempontból a helyben történő komposztálás. Ami azt jelenti, hogy ha valakinek van egy kertje, ahol zöld hulladék falavél képződik, akkor valószínűleg ott van egy egy négyzetméteres területe is, ahol egy egyszerű falkalodában vagy egy. Ö, komposztálóban komposztálni tudja ezt a hulladékot. Azon túl, hogy ezzel így ugye nem generál semmiféle környezetszennyező anyagot, még a saját kertjében megfelelő talajerő utánpótló anyagot gyakorlatilag egy biotrágyát tud létrehozni következő évre. Bár ez időt, energiát és némi odafigyelést igényel, megéri a fáradtságot. A szerves hulladékból ugyanis tápanyagban gazdag, magas humusz tartalmú komposzt keletkezik. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kehop pályázatból már a megye több településére is szállított speciális komposztáló erényeket, amelyekben a lakosság gyűjtheti a biohulladékot ezt is naptár szerint gyűjtjük be heti rendszerességgel a vegetációs időben a zöld hulladékot, azzal, hogy tekintettel a lompullásra most vállalta a társaságunk, hogy a gyűjtő edények, tehát a kukák mellé egy-egy zsák vagy összekötözött kupat zöld hulladékot elszállítunk ugyanúgy. Ugye mindenki tudja, hogy ilyenkor több keletkezik, éppen ezért ezt a lehetőséget biztosítjuk. Ez nem csak hasznos, kedvelt szolgáltatás is. Azonban fontos tudni, hogy ilyenkor ugyanolyan kapacitás áll rendelkezésre a feladatok ellátásához, mint az év többi napján. Ezért a társaság az egy teli kuka mellől maximum egy zsák zöld hulladék elszállítását tudja vállalni. Akinek ettől több keletkezik, az Nyíregyházán két hulladék udvarba szállíthatja be saját járművel, ahol díjmentesen átveszik a szakemberek. A zöld hulladékot később aprítják, majd komposztálják, rostálják, és végül komposztként értékesítik.